megállapítom, hogy a közgyűlés az határozatképes. 27 fő szavazhat, lesz olyan szavazás, ahol 3/4-es többség kell, ott 20 főnek kell elfogadni a javaslattételt. Gondolok itt az alapszabálymódosításra. Sajnos eddig itt kell maradunk, még az alapszabályt nem módosítjuk, úgyhogy mindenkinek tetszen. Reméljük azért gyorsan fog menni. Először szeretnék egy köszöntést mondani a Tóth Pisti részére. Az elnökség úgy határozott az utolsó elnökségi ülésen, hogy létrehoz egy külön díjat, amit minden évben Berement legjobb sportolójának kíván átadni. 2015-ben a Tóth Pistit választottuk meg, mivel világbajnokságon vett részt, ezüstérmet szerzett, ez miatt ő ráesett idén a szavazatunk. Pisti, gratulálok! És akkor térjünk rá a közgyűlésünkre, ahol levezető elnöknek Koleszáricsné Aliszt jelölöm, jegyzőkönyvvezetőnek Illésné Juditot, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász Anettot és Böbék Lajost. Kézfeltartással kérem szavazzuk, aki elfogadja ezt a titulust. Rövid időn belül kétszer volt közgyűlés a Berementi építők sportkörnél, ahol másodszor is te nyerted el a tagságnak a bizalmát, és elnökként választott, elnöké választottak, amihez először is gratulálunk. Mondjuk el, hogy mi volt az oka annak, hogy kétszer kellett közgyűlést tartani, hát nem mindenki tudja itt a közvéleménynek. Köszönöm a tagságnak még egyszer, hogy megválasztottak újra. Remélem élni tudok a bizalommal, amit megszavaztak felém. Köszönöm nektek is a gratulációt. Az volt az oka, hogy az első közgyűlés után a cégbíróság formai hibákra hivatkozva elutasította a változás bejelentési kérelmünket. Ez három okból tevődött össze. Egy, hogy egy alapszabálymódosítás az a szavazás, a választás tisztség viselő választás közben történt. Ez egy hiba volt. A második hibának azt rótták fel, hogy az alapszabályunk nem került olyan mértékű módosításra, hogy az a 2013. évi 5. törvénynek megfeleljen, illetve az elfogadó nyilatkozatokkal volt apró hiba, amit kiküszöböltünk, így végül csak az előbb említett két hiba volt a legfőbb ok. Az adminisztrációs dolgokat tegyük félre, és akkor nézzük a sportkört. Ugye minden, amikor megválasztanak valakit, akkor általában valamilyen programot azért összerak a fejében. Te mi hogyan képzeled el a sportkörnek a jövőjét most már, mint legitim megválasztott elnök? Úgy, ahogy korábban is elmondtam, sajnos arra nem látok esélyt, hogy itt rövid időn belül újra NB3-as legyen a csapat. Ez egy 5-10 évre minimum szükség van. Azért is, mert most csak olyan anyagi források bevonásával elképzelhető ez, ami úgy gondolom, hogy itt Beremenden egyelőre lehetetlen. Ahhoz, hogy pedig fiatalokkal, helyi neveléssel tudjunk indulni, ahhoz kell ez az 5 év. Az első célunk az lesz, hogy az utánpótlást a labdarúgás környékén rendbe rakjuk, korosztályilag mindenki meglegyen, a megfelelő létszámmal minden bajnokságban részt tudjunk venni. Illetve a korábbi cél volt az, hogy az U14-es korosztálytól, illetve ha lehet az ifis erdülő korosztályokban is az országos bajnokságban induljanak a csapataink. Sajnos ezt az MLS úgymond megvétózza, és a megye egy első osztályú csapatoknak senkinek nem fogja engedni, hogy az országos bajnokságba induljon. Így a megyei bajnokság talán egy kicsit erősebb is lesz, így lehet, hogy nem lesz szükség erre, hogy mi is ott vegyünk részt. Többi szakosztályról is ejtsünk szót egy kicsit. Szeretnénk biztosítani a többi szakosztályt is, hogy minden versenyre, ami céljuk, el tud jutni. Gondolok itt arra, hogy a kickboxosok világbajnokságra, Európa bajnokságra, az asztali teniszezők a megyei élvonalba legyenek, esetleg magasabb osztályba is tudjanak részt venni. Az atlétikázóknál sajnos Gösi Gergely eligazolt a PSN ZRT-hez, hogy jobb feltételeket tudtak biztosítani neki, de diákolimpiában minél több versenyre tudjanak indítani, és minél több versenyre ők is eljutsanak. Illetve a Cselgáncsba a lezajló korosztályváltás után szintén minél több versenyen részt tudjanak venni a sportolóink. Amit elmondtál, ahhoz gyakorlatilag három dolog szükségetik, pénz, pénz és pénz. Én azt gondolom, mint a háborúhoz szokták volt mondani. Hát az önkormányzat az egyik legnagyobb támogatótok gyakorlatilag. Ezen kívül milyen egyéb pénzforrások vannak, amik gyakorlatilag ezt nem egyszerű feladatot megoldják, hogy működtetni lehessen, és ilyen célokat lehessen kitűzni. Igen, az önkormányzatnak nagyon szépen köszönjük az idén megszavazott támogatásokat is. Amit kértünk, mindent megkaptunk, mintha jól tudom, minden intézmény is.
kértünk pénzt pályafelújításra, önrészre a TAU pályázatunkhoz. Kértünk pénzt arra, hogy a DRB bankból vissza lett fizetve a rulírozó hitelünk, és ez miatt a tavalyi évben csökkent a költségvetésünk, az idei évben egy ilyen átmeneti költségvetést kértünk, valamint az éves költségvetésünket is megszavazta a testület, amit még egyszer köszönünk szépen. Ez mellett még minimális szponzorok vannak, akik reklámszponzorok. Az asztalitani szakosztályt be tudta vonni a Siklósi Kórház, őnáluk egy nagyobb szponzori támogatás érkezett. Labdarúgásnál a TAU pályázat említhető meg, ami pályafelújításra és főleg utánpótlás nevelésre lehet fordítani, illetve béreket tudunk belőle, valamint a többi szakosztálynál is a MOB-on keresztül a szakági szövetségektől kapunk ilyen műhely támogatási pályázati pénzeket. Valamint egyéb pályázatokon próbálunk részt venni. Tavaly sajnos a kis buszos pályázatról lemaradtunk, idén, ha ki lesz írva, szeretnénk részt venni benne, illetve ilyen egyéb pályázatokat figyelünk, és megpróbálunk arra figyelmet fordítani, hogy onnan minél több forrást tudjunk bevonni. Gyakorlatilag itt a megye egyik legszebb sportlétesítményébe állunk, és ezt mondom kicsit beremendi patriótaként is, de azért sok helyen járunk és sok felé járunk. Lesznek-e felújítások? Tudom, hogy voltak már felújítások, amik jó részt az öltözőket érintették. Vannak-e olyan terveitek még, amik még szebbé teszik ezt a sportlétesítményt? Hát a TAU pályázat az 3 éve működik, mind a 3 évben adtunk be pályázatot. Az első évben az önkormányzat segítségével a labdafogó hálókat, illetve a műfüves pályát csinosítottuk, újítottuk fel, valamint a pályára műtrágya és fűmagozás került, onnan van még egy kis tartalékunk. Második évben jött az öltözők felújítása, amit említettél, a lenti öltözőnek a teljes vizes blokk felújítása lett, valamint az ivóvíz levezetése, és fönt is 2 öltözőt fel tudtunk újítani ebből a pályázati pénzből. Az idei évben 2 pillérre helyeződik ez a pályázat. Az első a lelátó felújítás, ami úgy gondolom, hogy évek óta probléma volt itt a sportterepen, de úgy látszik ez megoldódik. 500 fős lelátót tudunk építeni, csinálni, valamint egy eredményjelző tábla, elektronikus eredményjelző tábla fog beszerelésre kerülni, ami az infrastruktúra szabályzat, az MLS-nél kiadott szabályzat miatt kötelező megye 1-ben. Sőt, olyan információnk voltak korábban, hogy ez megye 4-ben is kötelező lesz, remélem azt azért ezt nem fogják tartani a többi baranyi csapat miatt. Itt egy nagyon patinás sportklubról beszélünk, ez 1925-ben alakult ez a sportklub, és nem olyan régen volt a 90 éves évfordulója, és reméljük, hogy még nagyon-nagyon sokáig itt a beremendi sportéletben meghatározó szerepet fog játszani. Igen, tavalyi évben ünnepeltük ezt a 90 éves évfordulót, amit említettél. Hát az idei szereplésünk sajnos egy kicsit elmarad a vártaktól, azon leszünk, hogy nyáron a csapatot megerősítjük, és a labdarúgó szakosztály is úgy szerepeljen, ahogy az elmúlt 90 évben. Én úgy gondolom, hogy a kickbox szakosztály a Tóth Pisti által hozott világbajnoki ezüstérem által úgy szerepel, ahogy elvárható volt, illetve ahogy korábban is tették, és a többi szakosztálynál is úgy gondolom megfelelő munka működik.